Megtelt a bonyhádi katolikus templom a hagyományos adventi koncert alkalmával. Az ünnepi eseményt a település plébánosa Vigand István nyitotta meg. Ez az idei advent nyilván sok mindenben nagyon hasonló, mint az összes többi advent szokott lenni. Készülődés, eljövetel, karácsony eljövetelére készülünk. Másrészt vannak különlegességei ennek az idei adventnek, kicsit kevésbé fényességes, kicsit kevésbé forralportól hangos, de talán bensőségesebb, mint ahogyan megszoktuk az elmúlt években vagy évtizedekben. Különleges ez az advent abban is, hogy az idén, mivel karácsony vasárnapra esik, ezért a leghosszabb, a lehető leghosszabb az idei adventünk, szóval van bőven időnk a készülődésre. Ennek a készülődésnek az egyik jeles alkalma ez az adventi koncert. Vegyünk részt ezen is imádságos lélekkel, készülve Jézus születésére, készülve Jézus második eljövetelére is, készülve a saját életünknek a lényegi pontjaira. Köszönöm szépen, hogy eljöttek együtt énekelni, együtt ünnepelni és együtt imádkozni. Szép estét kívánok mindenkinek! Fenyőfácska odakint az erdőn, ragyogó lesz szuruhája, ha az ünnepe jön. Csillag röppen, hegyére gyertya lángja lobban, dallal várják, s örömmel boldog otthonokban. Jenei Jászmin, a Bartók Béla zeneiskola növendéke. Én egy versmegzenésítést fogok énekelni, Álmodik a fenyőfácska a címe, és gitáron fog kísérni Szabó Gergely Zsölt, és zongorán pedig a tanárnő, Ocsai Anna Mária. Először is nagyon jó az akusztika, nagyon szeretem, meg hát úgy azért jó itt a sok ember, meg mindenféle előtt, nagyon rendben. Álmodik a fenyőfácska odakint az erdőn, ragyogó lesz ruhája, ha az ünnep eljön. A Felvidékiek Egyesületének kórusa is fellépett az eseményen. Már nagyon-nagyon régóta hagyományos rendezvénye Bonyhádnak, és mi mindig részt vettünk rajta. Nagyon nagy örömmel és megtiszteltetéssel vesszük a meghívást. Köszönjük szépen! Hát mindig szép felvidéki népénekekkel készülünk, és egy kis csokorral, ami kis világzene, szóval koboly zenei kórusművekkel, két szólamú kórusművekkel, és szeretnénk, hogyha örömmel vennék a műsorunkat. Ősszel mindig erre készülünk, hogy szépen jól sikerüljön a műsorunk. Anyám vagyok, pásztorok, ne figyeljetek! Ottan fekszik a jászolba, kisded Jézus, kisded Jézus. Az adventi koncerten minden évben valamilyen jótékonysági felhívást tesznek közzé. Idén a templom tetőszerkezetének felújítására gyűjtöttek. Évek óta probléma van a templom állapotával, és szeretnének egy komolyabb felújítást, úgy tudom, elvégezni a templomban, és hát a lehetőségeinkhez mérten hozzájárulunk valamennyien ehhez.
A Széchenyi István Általános Iskola gyermekkórusa is bemutatta, mivel készültek az ünnepi időszakra. Csak rohanunk mindig száz felé, de hova jutunk, és mi is a cél? Egy boldog perc néha többet ér, mint szavak, mint elfúj a szél. Őrizd meg hát minden pillanatát, szívedbe zárd, amíg élsz. Legyen egy ünnep, mint csak a tiéd, ami csak szépen és jót ígér. Legyen egy angyal, ki elkísér, a szívedet most hazza tér. De mint minden évben, a Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium kórusa is képviseltette magát. Három dallal készülünk, közülük kettőt vegyes kórussal éneklünk, fiúk is, meg lányok is énekelnek, és a középső dal egy bölcsődal lesz, az evangélikus énekeskönyv egyik legszebb karácsonyi dala. Jászolban a szalmán földolgozva, a női kar adja majd elő felemelő, és amíg csak lehet, ehhez ragaszkodunk is, hogy legyen annyi diák, legyen annyi kedv és erő bennünk, hogy itt lehessünk ilyenkor. A kórusvezető hozzátette, a környéken is egyedülálló ez a bonyhádi ünnepség. Hogy hagyományos, de rendkívüli ez a bonyhádi, mert hogy itt a különböző felekezetek és a nemzetiségek nem külön-külön ünnepeket tartanak, hanem egy helyen jövünk össze, és együtt ünnepeljük a közelgő ünnepet. A koncerten összesen 9 csapat énekelt, köztük voltak még a Völgységi Néptánc Egyesület növendékei és népdalköre, a Székely Kör kórusa, a Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület kórusa és a Karisz Kamara kórus is. Az eseményt egy össznépi énekléssel zárták.